Kereskedelmi és iparkamara. A siker kulcsa. Még a virtuális valóság is segítheti a pályaválasztást. A Kereskedelmi és Iparkamara szakmavilág elnevezésű pályaorientációs roadshow-t tartott Kiskunhalason, a Szent József iskolában. Egy speciális kamion parkolt le az intézmény udvarában, itt lehetett a modern technika és a VR szemüvegek segítségével egy-egy szakmát kipróbálni. Pályaorientáció keretében egy idén bevezetett, illetve Bács megyében egész országosan megrendezésre kerülő roadshow keretében bemutatjuk a szakmákat a fiataloknak. Ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara finanszírozza és biztosítja hozzá a tárgyi feltételeket. A kollégák biztosítják a helyszínen a feltételeket, fogadják a gyerekeket, buszokat szervezünk, hogyha messzebb iskolából jönnek, tehát ezeket mi, mint Bács megyei kamara tesszük hozzá a közöshöz, és hát ennek keretében minden iskolát, általános iskolát megszólítottunk, és onnan várjuk a főleg 7.-8. osztályos tanulókat. Lépjünk be mi is a speciális kamionba. Ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara roadshow-ja, amely ebben az évben indult útjának. Ősz folyamán a megyeszékhelyeket járta végig, majd kaptunk arra lehetőséget, hogy a megyében 3 városba is ellátogassunk ezzel a kamionnal. Itt virtuális világban mutatjuk be a különböző szakmacsoportokat a tanulók számára. A mai Y-generációnak már a kommunikáció és ismeretszerzési szokásai azok teljesen mások, mint az előzőeknek. Kétféle módon lehet igazából segíteni hasznosan a pályorientációban a tanulóknak. Az egyik az, amikor gyakorlatban kipróbálhatnak valamit, a másik pedig a virtuális világ segítségével. Ezt fedezte fel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és ezért indított útjának ezt a roadshow-t, amely egyúttal a Szakmavilág honlapot is, a Kamara Szakmavilág nevű honlapját is hivatott reklámozni, amelyben hasznos segítségeket találnak a szülők is, pedagógusok és a tanulók is a pályaválasztáshoz. Mi történik, amikor bejön egy diák egy ilyen boxba? Amikor a diák megérkezik egy ilyen boxba, kiválaszt magának egy szakma, egy területet, amiben szeretné magát kipróbálni, és gyakorlatilag itt kockázat nélkül kipróbálhatja azt, hogy milyen egy tetőn dolgozni, tériszony nélkül, kipróbálhatja azt, hogy milyen egy hamburgert vagy egy tortát elkészíteni, anélkül megsütni a kezét. Gondolom, akkor ezt nagyon élvezik a fiatalok. Igen, igen, azért a több ezer diák próbálta már ki ezt a kamiont, és csupa pozitív visszajelzés érkezett a tanulók részéről. Azt gondolom, hogy elég látni az arcukat, ahogy kilépnek, ahogy a virtuális valóságból visszalépnek a valós világba, hogy milyen átszellemült arccal és milyen boldogan szállnak ki ebből a cselekedetből, ebből az aktivitásból. A diákok a virtuális élmények mellé tájékoztató anyagokat is kaptak. A kamaránál úgy látják, egyre többen ismerik fel, jó, ha van egy szakmájuk. Bács-Kiskun megyében egy olyan tendenciát tapasztaltunk, hiszen minden évben készítünk pályaorientációs kérdőívet szülők és diákok körében, egy olyan tendenciát tapasztaltunk, hogy a szülők részéről egyre kedveltebb az a fajta pálya a tanulók számára, amely érettségivel és szakmával zárul. Tehát gyakorlatilag a szakgimnáziumok és a majdani technikumok igen nagy népszerűségre tettek már szert megyénkbe. Más megyékkel szemben vannak olyan megyék, amihez képest dupla akkora a szándék, a továbbtanulási szándék a mi megyénkben. Én azt gondolom, hogy minden területen rá kell segíteni a pályorientációra. Nagyon nehéz úgy elvárni egy kamasz fiataltól, hogy magának hivatás szakmát, pályát, iskolát válasszon, hogy gyakorlatilag a technikatanítás megszüntével és egyéb okok a fogyasztói társadalom létrejöttével nincs arra módjuk már, hogy megismerjék, kipróbálják magukat, átéljék az alkotás örömét, hogy akár egy kalapácsot a kezükbe fogjanak, akár a faforgács illatát beszívják, és ezáltal beleszeressenek egy szakmába, megkedveljenek valamit, megismerjenek valamit. Ebben nagyon sokat segít, azt gondolom, a kamarának a különböző pályorientációs tevékenysége, hiszen a Bács-Kiskun megyei kamara az, aki tevékenyítetve, élményközpontúan próbál bemutatni a diákoknak a szakmákat.
A virtuális valóság mellett a pályaorientációs roadshow gyakorlati élmények is várták a diákokat. Az iskola tornatermében a Dékeni Árpád szakgimnázium szakmacsoportjai mutatkoztak be. A standoknál a szakgimnázium diákjai várták az érdeklődőket, meséltek a képzésekről és feladatokkal, bemutatókkal is készültek. Ki lehetett próbálni például az öregségi szimulátort, lehetett fodrászkodni, színészkedni, sőt még új lenyomatot venni, injekciót adni is. A kamara az iskolákkal, munkáltatókkal, cégekkel, vállalkozókkal együttműködve végzi pályaorientációs tevékenységét. Nekünk, mint kereskedelmi iparkamara legfontosabb, egyik legfontosabb a vállalkozó. Nekik próbálunk segíteni ezzel is, ezzel a tevékenységünkkel, hiszen ha minél több gyermek megismeri például az építőipari szakmákat, kereskedelmi, vendéglátóipari szakmákat, akkor lesz képük arról, hogy tényleg mit szeretnének, szeretnék ezt a szakmát, és akkor kinevelhetnek a vállalkozók maguknak munkaerőt tulajdonképpen. Pár évvel ezelőtt már elkezdtük ezeket a tevékenységeket, ennek már érződik a hatása, de robbanásszerűen én úgy érzem, hogy majd az elkövetkezendő években lesz ennek eredménye. Hogyan látja, mely területeken kellene beleerősíteni, mely szakmákra bíztatná a pályaválasztás előtt állókat, vagy hát akár a felnőtteket is, akik esetleg átképzésben gondolkodnak? Hát vannak hiány szakmák, ezek főleg az építőipari szakmák, de jelen vannak ugyanúgy az egészségügyi szakmák is. Én inkább arra biztatnám a fiatalokat, hogy azt szerint válasszanak, amit szeretnének csinálni, vagy amit el tudják benne képzelni magukat, nézzék meg, próbálják ki, vegyenek részt a rendezvényeinken, az iskolai rendezvények keretében, minél több céget ismerjenek meg. Ugye a szakmák éjszakáján itt volt a kórházlátogatás, ott is lehetőség volt megismerni az egészségügyi szakmákat. Tehát én nem azt tanácsolom, hogy az alapján válasszanak, ami mondjuk népszerű, vagy úgy látják, hogy ez most trendi, hanem az, amit tényleg otthon, ha szívesen barkácsol mondjuk, vagy a kertben szívesen gondozza a növényeket, vagy akár szívesen főz otthon, tehát akkor talán megvannak már benne ezek a gondolatok, ha nem, akkor pedig jöjjön és segítünk választani. És gondolom, a jövőben is folytatódnak az ilyen hasonló programok, rendezvények? Így van, természetesen. Egész évben szervezünk rendezvényeket. Ősszel várható, inkább úgy mondom novemberben, most már mondhatom hagyományosan céglátogatásos pályorientációs tevékenységünk, aminek keretében majd gyermekeket, 7.-8. osztályos általános iskolásokat viszünk majd működő cégekhez, üzemekbe, ahol szintén majd láthatják, hogy milyen szakmában milyen elvárások, milyen munkafolyamatok vannak.